No, akkor a túlélők kicsiny csapatja részére megkezdjük a második menetet. Tájékoztatásul, hadd mondjam, hogy ez mindössze egy órát fog tartani, tehát 6 órakor itt bizonyos szerveinkkel való táncolás fog következni, és azt hiszem, hogy még további menetek, és akkor utána 8:30-kor lenne még egy lehetőség, hogy folytassuk, amennyiben még az érdeklődésből futja. Na most, amit említettem, ha még emlékszünk rá, a fény átment a keleti oldalról, ugye, hogy emelkedik föl a nap, ugyanúgy megy át a déli irányba. És miután itt végig a fény az útmutatónk, tehát ő olvassa le a képeket, tehát nyilvánvaló, hogy ezt a vallás alakulatot, ezt nem nevezhetjük nagyon másnak, mint fényvallásnak. Egyébként nagyon nem szeretik, ha ennek nevezzük. Tehát ezt lehetőleg magában a templomban, ha ott van a lelkipásztor, ne nagyon emlegessük. Legfőjebb úgy, hogy ha az ember rögtön hozzáteszi, hogy itt most a világ világosságáról van szó, mert így már kicsit ismerősebb neki a téma. A világ világossága mutatja meg ugyanis, ráadásul a napfény a konkrét intézője a dolgoknak, a liturgiában pedig a református liturgiában, és tehát nem csak a római katolikusban, hiszen református templomról van szó, ott is az igazság napja az maga Jézus Krisztus. Tehát ha már így mondjuk neki, hogy sol justitiae latinul, mert így is néhány esetben így írják föl, tehát így is szerepel, de úgy is mondhatjuk nyugodtan, hogy az igazság napja, nem hazudunk, mert itt egy erkölcsileg minősített nap fogalommal állunk szemben, amikor ez a mű született. Tehát ez azt jelenti, hogy kénytelen elfogadni. Nem örül neki, hogy ebből az irányból közelítjük meg a kérdést, de el kell, hogy fogadja. Tehát nincs ellenérv. Ez nem azt jelenti, hogy állandóan padlóra küldjünk másképp gondolkodó embereket, de ezt a vallomást, ami itt a gazettás nézeteken kibomlik, ezt egyszerűen nem lehet máshonnan megközelíteni. Ezért nem tudnak vele mit kezdeni, és ezért nem szeretik. Tehát itt azért tudni kell, hogy a festett kazettás mennyezetekből a legtöbb az a református egyház működtetésében lévő templomok mennyezetét képezi. Tehát azt várna az ember, hogy miután vannak református teológiák, tehát tanítják a felnövekvő lelkipásztori generációt rá, de egy hang nem esik róluk. Amellett van egy református egyetem is, ugye a Károly Gáspár Egyetem, de egy hang nem esik ezekről. Tehát itt azért valamit lassanként észre kell vennünk, hogy itt rendszerek váltakoznak, vagy úgynevezett rendszerváltások folynak a fejünk fölött, de a lényegi dolgokban az égvilágon semmi nem változott. Tehát ezt vagy mi változtatjuk meg, vagy felülről ez nem fog megváltozni. És itt lényegi változást kellene végre elérni. Most átjött a fény ugye a déli oldalra, itt van a négy ablak, hármat látunk, a negyedik itt van, és akkor látjuk, ez négy kazettát világít meg, ezek közül egy itt az kazetta kettős. Na most nyilván kitaláltuk, ez a két úgynevezett pelikán. Na most akkor viszont már kíváncsiak lehetünk, hogy ezek mik. Tehát amikor a legnagyobb fény idején, tehát a nyári napfordulón átkerül a déli oldalra a nap, megkapta a programot ugye a két gólyának, a lefékeződött gólyamozgásnak, hogy pontosabban fogalmazok a képjeleiben, akkor most mi az, amit egyszer világít meg nekünk? Mert ezek nyilvánvalóan egymással összefüggő jelentések lesznek, és valószínűnek tarthatjuk, hogy nem lesz jelentéktelen. Kérem, magatok kérem. A képet ide tettem be, ez az elvi működést magyarázza, de itt értjük meg legjobban. Tehát itt jön be a nyári napfordulós, a napi egyenlőség idején és a téli napfordulón bejövő fény, ugyanis nyári napfordulón dele legmagasabban, legalacsonyabban téli napfordulón. Most úgy van kiképezve a nyílásszerkezet, hogy ezen a rézsén keresztül, amikor legalacsonyabban dele a nap, akkor legmesszebb dobja be a fényt. Itt eljöhet egészen a szélső kazettáig. Itt viszont,
ha bejön a fény, csak idáig tud visszaverődni ez a nyári. Tehát mindig marad legalább egy kazetta sor, amit nem tud elérni a fény. És lesz egy olyan sáv, ahol viszont a tavaszi-őszi napi egyenlőség gyakorlatilag ugyanoda fog kerülni. Tehát egymás mellett fogjuk megtalálni a tavaszi napi egyenlőség és az őszi napi egyenlőség jelét. Ebből már tudjuk, hogy az őszi napi egyenlőségi valamilyen módon a megtartásnak lesz a jele. Ez lehet egy fészek, ez lehet egy bárka. Egyébként a bárkát ugyanazzal a formával jelölik, mint a fészket. Tehát ha én a bárkát megemelem és fölteszem egy fa tetejére, az fészek meg fogjuk olvasni. Ugyanaz a képjel, ugyanúgy rajzolják. Mind a kettőnek ugyanaz a szerepe, egy veszélyeztető közegben, ami nagy erőket mozgósít, az életet szűk helyre hozza be, és ezáltal megóvja. De ez nem teljes nyugalmat jelent, hanem egy labilis egyensúlyt jelent. Aminek a fenntartása az a benne ülőknek is azért feladata, tehát nem csak kívül, vagy kívülről garantált a léte, hanem nekünk is tennünk kell érte valamit. Na, akkor nézzük, hogy most egyenként mik kaptak fényt. Az a legtúlsó, tehát amelyik a szentélynek a legtúlsó, bocsánat, a hajónak a legtúlsó része, egész picinek látszott ott már a fényfolt, az bizony ilyet világított meg. Hogy a kettő között pont melyik kapta, azt most nem tudom megmondani. Elvileg mindegy is, ugyanis miről van szó. Mind a kettőnek a közepén látunk egy jelet. Na most, ha ezt nem itt látjuk, hanem a Ganges partján, akkor üvöltözünk a gyönyörűségtől, hogy ez a Yang és a Yin. Itt ilyet nem szabad mondani, vagy azt kell hozzátenni azonnal, hogy batyúzó szerzetesek hozták valahonnan az Indus vagy a Ganges mentén, és hát itt valószínűleg látta Huncut parasztja, nem tudta, mit jelent és fölrajzolta. Na most ebből a jelből itt Gyügyén összesen 8 van. Mindegyik jelentéssel együtt, tehát tudjuk, hogy miért éppen ott jelenik meg. Ide nagyon közel eső Csengersimán, ott háromszor jelenik meg, de Csengersimán nem a nagy évnek, a precesziós nagy évnek keretében jelenik meg a világképe, hanem a kicsi éven belül. Tehát ott nincs szükség ennyiszer megjeleníteni azt a képletet, ami itt teljesen egyértelműen jelzi, ez a világ első mozdulásának a képjele. Tehát amikor még nincs tovább részletezve a világ, csak az jelződik, hogy egymást kiegészítő kettősségről van szó. Ha az egyiket elviszem az adományozás felé, akkor a másik a megtartásnak lesz a képviselete. Ha az egyiket a fény irányába viszem, a másik ugyanabban a mértékben elmegy a sötétség felé. Tehát ezek egymást kiegészítő, egymást nélkül nem is létezhető kettősséget adnak, de azt is lehet érzékelni, hogyha ezt én tovább folytatom, akkor ebből a visszahajló részből lehet egy fej, ebből a részből pedig egy madártest. És akkor megkapom a túloldalán ezt a fejet és ezt a madártestet. És akkor kapom meg azt a két pelikának nevezett figurát, amiből az egyik az az önfeláldozó szeretet képjele, amihez hozzá kell rendelni a megtartó erőt a fészek formában, másik pedig az önbüntető, a visszametsző jellegű tevékenység képjele. Ebből rögtön érzékeljük, hogy ez akármilyen közegbe fogja továbbvinni az emberiség, ha azt akarja, hogy hosszú távon értelmes, használható legyen a vallás alakulat, ezt a két erőt kénytelen képviseltetni. Na most ez a kereszténységben hogyan képviseltetődik? Hát adva van egy a teremtő igét emberi közegbe behozó arkangyali minőség, ez az annunciáció, az angyali üdvözlet arkangyala. Ez pozitív módon munkálja a teremtés műveletét, nem nemzéssel, hanem a teremtő ige behozatalával. Tehát az igét hozza be rendszerbe, és ezáltal kerül ez a rendszer egy magasabb szintre, tehát az ige testé lesz. Innentől már ez nem az ő feladata, az a női komponensnek a feladata. De a másik tendenciának is azonnal meg kell jelennie, ez pedig a mégiscsak vissza, vagy a rendszerben létrejövő, tehát a jó hír annak testetöltése ellenére is létrejövő rossznak, ne felejtsük el, földi környezetben élünk, ennek a visszametszése. Na most őt hogy hívják? Ő meg Szent Mihály. Tehát ez azt jelenti, hogy semmi értelme nincs Gábrielről önmagáról beszélni, ha azonnal nem teszem mellé Mihályt.
mert hiába munkálja az ember a jót, a rossz mindenképpen létre fog jönni. Mert abban a pillanatban, ahogy a megvalósult, megnyilvánult világ működni kezd, sötétség az óhatatlanul előjön. Tehát ez az, amit félreértenek, amikor dualistának nevezik ezt a világképet. Nem dualizmusról van szó, ne felejtsük el, például a manikeizmust egyfolytában így tárgyalják, hogy dualista. Nem így van, egész egyszerűen hazugság. Az eredendő, tehát az, ami mozgatja a világot, az nem a kettő, hanem az egy. És amikor ő elindítja a teremtést, ennek az első mozzanata a megkülönböződés. És akkor jön létre a fény és a sötétség képviselete. Na most nagyon szépen fejezi ezt ki Madách Imre az ember tragédiájában, amikor az első színben az első nagy összecsapása van Luciferrel. És akkor ugye, Lucifer visszavág ugye az úrnak egy kemény pár szópárbajban, hogy hol tőle kérdezi az úr, hol volt köröd, hol volt erőd elé. És arra visszakérdez Lucifer, hogy ezt tőled én is szintúgy kérhetem. És erre mondja az úr azt, amit soha nem vesznek figyelembe, de soha. Azt mondja, én végtelen időktől tervezem, s mi bennem, és már bennem élt, mi mostan létesült. Nem tudom, érthető-e. Na most ezt nem érti meg Lucifer. Tehát nem fogja föl, hogy ő csak attól kezdve tud hozzászólni a világhoz, amikortól kezdve az létesült. Mert ő a létesült világnak az egyik szükségszerű komponense. Ezt magyarázza neki végig az úr, még az utolsó színben is, és ott se érti meg. Tehát nagy különbség van aközt, hogy él, meg aközt, hogy létesült. Na most ez a létesülés első fázisa. Tehát ezért kell annyiszor megjelenni, mert tulajdonképpen minden hát rosszul sikerült kísérlet után bizony újra kell kezdeni. No, akkor nézzük most. Tehát ez kapta az egyik fényfoltot. A másik fényfoltot nem ez vagy az, hanem a kettő együtt kapta. Már lehet érezni, hogy tulajdonképpen itt nem másról van szó, mint ennek az úgynevezett Yang-Yin kettősnek a szétválásáról. Az egyik feléből lesz. Ez az önfeláldozó módon teremtő, és természetesen magát a fönnmaradást is garantáló magatartásforma, a másikban pedig a Szent Mihály, a szükségképpen mégis létrejövő rosszat, hát bizony véresen visszametsző. Ezt rögtön lehet érzékelni, hogy a kettő tulajdonképpen milyen történeti alakzatokban tud még megjelenni. Hát idén Attila éve van. Most Attila teljesen nyilvánvalóan ennek a tulajdonságnak a történelmi színnek megjelenő képviselője. És amikor a kettőből ő kezd érvényesülni, akkor a meditatív jellegűnek, tehát egy buddhai magatartásnak. Buddha azt nyugodtan írható Attila vonatkozásában is, két D-vel és egy H-val. Tehát ez ugyanaz a tulajdonos, ez a meditatív. Annak háttérbe kell vonulni. Nem Attila öli meg Buddhát, hanem amikor ő színre lép, akkor a meditatív magatartásnak lejárt az ideje. Háttérbe kell vonulnia. Nem lehet egyszerre Koránt olvasni, meg legyeket csapkodni. Vagy az egyiket csinálom, vagy a másikat. De ugyanakkor, ha én elkezdek harcolni, akkor én ne olvasgassak közben Marx összes műveket. Tehát az nem megy együtt. Egyébként sem olvasgassak, de ha már, akkor se harc közben. De egyébként nyugodtan lehet olvasni, hát nagyobb károsodást nem ér benne. No, akkor ez volt a második, ami megvilágosodott. A harmadik, ugye látjuk, itt van, ez már a szentély részben van, és ebben a képjelben, ha valaki már egy kicsit ismerős a népművészet, illetve a festett kazettás nézetek jelképzési rendszerével, akkor azonnal fölismer,